Jakubek Tiborné a házigazda Szent István művelődési ház igazgatója és Pány Antal megyéspüspök köszöntőjével nyílt meg a Kárpát-medencei keresztény-magyar kortárs alkotóművészeti kiállítás, a Magyar Himnusz. A főpásztor megerősítette, nemzeti imánk a magyar nemzeti identitás, a közösségi emlékezet, a hazaszeretet, a hazafiság, a hűségesség, az önfeláldozás és az összetartozás erejének megtestesülése. Amikor ezeket az alkotásokat szemléljük, ezt az eszmeiséget tekintjük, akkor valami olyant látunk, ami az egész emberiséget képes gazdagítani, egy szintet hozzá, egy sajátos vonást, egy sajátos érzületet ad ehhez az egész alkotó művészethez, amely magyar, amely gazdag, szép, örök és nemes. Józsa Judit, a nevét viselő művészeti alapítvány elnöke megnyitó beszédében kiemelte, születésének 200. évfordulója tiszteletére hirdették meg Magyar Himnusz címmel és tematikával a nyílt képző nép- és iparművészeti pályázatot, és a részvételre felkérték a Kárpát-medencei és az anyaország béli kortárs keresztény magyar művészeket is. Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek Székesfehérváron egy olyan kiállítással, ahol valóban a Kárpát-medencei keresztény kortárs művészeket megszólítva mint egy 83 művész, több mint 100 alkotását mutathatjuk be a Magyar Kultúra Napja közelettével úgy, hogy méltó a himnuszhoz, méltó a magyar kultúrához. Jakuber Tiborné köszöntőjében hangsúlyozta, megtiszteltetés, hogy országjáró körútján a Szent István Király Múzeumban talált először otthonra a tárlat, amely társul a kormány nemzetépítő munkájához, amelynek különösen fontos eleme az egységes nemzetben való gondolkodás, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a nemzetrészek sajátos gazdagságának megismerése, hogy teljes képet kaphassunk a magyar kultúráról, hiszen csak ennek ismeretében lehet sikeres a magyar jövő. Azt mondják, amikor megszületünk, akkor az ember megtanulja, hogy melyik a szülőföldje. Majd akkor, amikor az édesanyja elkezd neki énekelni és beszélni, megtanulja az anyanyelvét. Majd akkor, amikor igazából már énekel is neki, és elkezdi ismerni a magyar népmeséknek a tartalmát és azoknak az üzenetét, mire szépen felcseperedik, igazából nagyon-nagyon szépen kialakul benne, hogy a magyar nyelv sokszínűsége, gazdagsága és annak kifejezőkészsége milyen hihetetlenül erős. Ezt fejezi ki egyébként maga a himnusz. A hiánypótló kiállítás sikeréhez az alkotóművészeink is nagyban hozzájárultak, hiszen az anyaországban nem szerveztek még ilyen témájú, az anyaország határain túlélő művészeteket is aktívan bevonó Kárpát-medencei magyar testvéreinket is magához ölelő, magas színvonalú tárlatot, amely nemzeti összetartó erőt képvisel.